Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban 3 darab ifjúsági disztópia könyvet fogok ajánlani. Az ifjúsági disztópiának így a legnagyobb jellemzője az, hogy általában ilyen fiatal főszereplői vannak, akik ilyen 10 évesek szoktak általában lenni, és valahol a jövőben, lehet ez közeljövő, vagy egy kicsit távolabb jövő is igazából, valamilyen posztapokaliptikus esemény történik, vagy katasztrófa következik be, és az utána lévő új világban játszódnak az események. Nagyjából ez. Próbáltam nem olyan túl híreseket válogatni, de azért annyira sok disztópiát még nem olvastam. De próbáltam olyan könyveket válogatni, amik nagyjából nem annyira egyformák. Az első ilyen ifjúsági disztópikus könyv az valószínűleg a legismertebb lesz a 3 közül. Ez pedig James Dashner-től az Útvesztő. Most csak az első részt mutatom. Ez egy trilógia egyébként, de van hozzá 2 darab előzmény történet, amit semmiképpen sem szabad ezek előtt elolvasni. Az Útvesztőben... Fú, ezt most hogy mondjam, hogy ne legyen túl spoileres. Maradok az első kötetnek a történeténél, és nem keverem bele a többi részt. Szóval az Útvesztőben... Igazából a disztópia része az csak később jön be, de a lényeg az, hogy Thomas a főszereplő, és őt követjük végig a fő 3 részben. Ő pedig bekerül az Útvesztőbe, ez egy hatalmas labirintus, és itt van rajta kívül egy csomó más fiú, nagyjából az ő korával, tehát vele egykorúak, és ők itt próbálnak túlélni igazából, mert hogy egyszer csak bekerültek ide az emberek, és igazából nem tudják, hogy miért vannak itt, vagy mit csinálnak itt, csak azt tudják, hogy a veszett szokott néha nekik ellátmányokat küldeni, meg havonta egy gyereket, mármint nem gyereket, hanem hogy egy újabb tagot a tisztásra, mert ez a neve. És eszembe jutott, és erre most nagyon büszke vagyok, mert tényleg régen olvastam ezt a sorozatot. Föl van osztva a gyerekek között, hogy ki mit csinál, és vannak a futók, és ők szoktak kimenni felderíteni a labirintust, azaz az Útvesztőt, mert nem labirintusnak hívjuk, hanem Útvesztőnek, és ebben az Útvesztőben különböző veszélyek vannak, és hát igazából próbálnak kijutni innen, és ez a fő küldetésük. És ez az első könyv cselekménye, és nem mondok többet, és nem keverek bele mást. Szóval ez. Egyébként én ezt a könyvet nagyon szerettem, és ez az egyik kedvenc disztópiám szerintem. Mert nagyon izgalmas, fordulatos, és nagyon gyorsan is lehetett vele haladni, tehát én úgy emlékszem, én ezt ilyen maximum 2 nap alatt olvashattam ki, mikor olvastam, és utána azonnal mentem a többi részéért is, mert nagyon izgalmas volt, vagy hát én nagyon izgatott voltam, hogy folytassam. Szóval ez egy nagyon jó könyv, és az egyik legjobb disztópia, amit valaha olvastam. A második ifjúsági disztópia az... Charlie Higsontól a The Enemy, azaz Felnőttek nélkül. Ezt a kötetet az Athenaum kiadótól kaptam, amit ezúton is köszönök még egyszer. És egyébként ez a könyv nagyon-nagyon jó volt. Tehát én nem számítottam rá, hogy ez ennyire tetszeni fog, mert én már úgy voltam vele, hogy olvastam az Útvesztőt, és utána amilyen disztópiákat olvastam, tehát ilyen 5. hullám, Éhező fiadala, meg ezek azok, nem tudom, engem annyira nem szippantottak azok be. És ez a könyv engem nagyon meglepett. Főleg azért, mert először azt hittem, hogy ez egy kötetet, tehát ez egy rész, ez ennyi, de már hozzászokhattam volna, hogy disztópiák nem sokszor szoktak egyrészesek lenni, mert sok mindent föl kell deríteni a disztópiák során, és hát meglepődve láttam, hogy egyrészt ez egy 2009-es könyv, és 7 részes sorozat első része, szóval nagyon féltem, hogy tetszeni fog, mert akkor majd el akarom olvasni a többi részét is, és hát bebuktam, mert tetszett, és most el akarom olvasni a többi részét is. De még csak ez az egy van lefordítva. Úgyhogy most jön a dilemma, hogy berendelem a Book Depository-ról, vagy sem. Ennek a könyvnek a története az, hogy egyszer csak igazából senki nem tudja, hogy miért egy vírus szabadult el, vagy hát igazából azt sejtjük, hogy vírus, mert mindenki, aki 14 év fölötti, azt az elkapja ezt a vírust, és lényegében aki nem hal bele, az zombivá válik, és utána gyerekekre vadászik, hogy azokat tegye meg, vagy egymást, vagy amit találnak. Szóval ez egy elég durva kezdés így az egészhez, mert hogy ugye az összes szereplőnk az 14 év alatti, és hát menni kell és gyakorolni a felnőtteket, ami elég brutális, mármint így belegondolni a dologba, főleg, hogy mi van, ha valaki szembe találkozik mondjuk a valamelyik szülőjével, és... Szóval igen, egyébként ez tényleg egy nagyon brutális könyv volt, talán az egyik legbrutálisabb, mert azért elég rendesen így le lett írva, hogy ki hogyan halt meg, meg milyen körülmények között, mert ez kicsit ijesztő volt. És egy gyerekcsoportot követünk benne, akik az egyik bevásárlóközpontba vackolták be magukat, és ott próbálják túlélni, aztán megérkezik egy másik gyerek, aki egyszer csak így felbukkan a semmiből, és azt mondja, hogy menjünk a Buckingham palotába, ott nekünk ilyen szuper jó lesz. De hát olvastam már ahhoz elég disztópiát, hogy én például már akkor tudtam, hogy ne higgyetek neki. Hittek neki, na mindegy. És hát elindulnak a Buckingham palotába. És nem spoilerezek. Az elején kicsit nehézkesen indultam ezzel a könyvvel, mert hát nem tudom. Igazából nem tudom, hogy miért, talán nem vettem föl úgy, hogy akkor most sokat olvasok, és merültem bele, mert az első 100 oldal után ott ilyen nagyon gyorsan kiolvastam. Az elején volt kicsit akadozásom, de utána belejöttem, és utána nagyon jó volt. Tényleg nagyon élveztem. Egy iciri-picirit kiszámítható volt számomra, mert amikor jöttek ezek a nagy felfedezések, meg fordulatok, akkor azért úgy voltam, hogy igen, erre azért lehetett számítani, hogy ez fog történni, de ez igazából nem zavart annyira, tehát attól függetlenül nagyon izgalmas és jó volt a történet. De hát az ifjúsági könyvekkel van egy másik iciri-piciri problémám, amikor minden áron össze akarnak hozni két szereplőt, és folyamatosan arról beszélnek benne, hogy úristen, és hogy neki mennyire tetszik, és bármit szívesen olvasok, csak azt nem, hogy két szereplő mennyire elpekedik a másik iránt. Főleg a kedvencem, mikor az egyik szereplő úgy belegondol, hogy ó, hát neki ő úgy tetszik, de neki ő biztos nem tetszik, ugyanis csinálja a másik, hogy ó, hát neki tökre bejön ő, de biztos ő nem jön be neki, és így ember, ne csináljátok már, komolyan! Ráadásul ez azért volt még zavaróbb, mint mondjuk az Útvesztőben, mert az Útvesztőben sem szerettem annyira ezt a romantikus szállat. Tehát azért volt zavaróbb, mert 14 éven aluliak a főszereplők, és így 14 éven aluliak! Az Útvesztőben legalább ilyen 16-7 évesek voltak. De jó van. Tehát igazából nem is tudom, hogy ki hány éves volt ebben a könyvben konkrétan. Egy gyereket tudok. Biztosan, ő 9 éves volt, de ő nem volt ebben a részben vele. Na mindegy, de ez egy nagyon-nagyon jó könyv volt, és most tényleg nem tudom, hogy mit csináljak, hogy olvassam a többi részét, vagy várjam a fordítást, ez lesz most az eldöntendő dolog. De ez egy nagyon jó könyv volt, most jött ki nemrég, és nagyon ajánlom. Főleg azoknak, akik szeretik a disztópiákat, meg a zombikat. Azoknak nagyon jó. És a harmadik könyv, amit ebben a videóban ajánlani fogok, az egy olyan könyv, amit nagyon sokszor említek, de tényleg nagyon sokszor. Már beépítem az emberek tudatalattiába ezt a könyvet lassacskán. Ez Ernest Cline-tól a Ready Player One, ugyanis ez is egy disztópia. Alapvetően science fiction, de ugyanúgy ifjúsági és ugyanúgy disztópia, mint az előző kettő, ugyanis a jövőben játszódik 2045 körül indul, vagy oda tekintünk vissza, és utána kicsit később játszódik, olyan 2050 előtt játszódik. Egy olyan világban, ahol kinyírtuk a bolygót, és lényegében alig ha lakható, nem nagyon mondható lakhatónak, mert az erőforrások eltűntek, mindenki nyomorban tengődik, de ez a könyv nem is erre fókuszál rá, hanem arra, hogy van a virtuális világ, az Oasis, és konkrétan itt lehet dolgozni, tanulni, barátkozni, és az emberek odabent élik az életüket a virtuális világban, a kis szemüvegükön keresztül. Ez a könyv ugye annyiban másabb az előzőtől, hogy tényleg nem a való világban játszódik a legnagyobb része, hanem a virtuálisban, és ez egy nagyon érdekes dolog volt ebben a könyvben, és nagyon izgalmas volt, meg nagyon jól meg volt egyébként írva is, tele 80-as évekbeli utalásokkal, meg az egésznek a hangulata és a 80-as évek... Nem, igen. Meg a 80-as évek is jellemző az egésznek a hangulatára. Igen. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó és izgalmas könyv. Főleg 3 szintre van osztva, és a harmadik szint az olyan, hogy ha az este éred el, akkor hajnalig nem fekszel le. Garantáltan. Ez egy nagyon-nagyon jó könyv, és hát akkor elmondom a sztorit is. Szóval van ez a virtuális világ, és mindenki itt éli az életét, és van a főszereplőnk Wade Bats, aki egy nyest, és ezek a nyestek az Oasis elhunyt készítőjének az elrejtett húsvéti tojását keresik, mert aki azt megtalálja, az lesz az Oasis új ura. És ezt keresik. És nagyon jó könyv, és még el fogom párszor mondani, és még párszor fogom ajánlani, mert tényleg nagyon-nagyon jó könyv. És én nem számítottam rá, hogy egy ilyen könyv engem ennyire le fog kötni, és ennyire fog tetszeni. Úgyhogy nagyon jó. Én ezt a 3 könyvet ajánlom azoknak, akik szeretnének belekóstolni az ifjúsági disztópiák világába, de hogyha nektek is lenne jó ifjúsági disztópia ajánlásotok, nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy mi az. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Viszlát a következő alkalommal!